Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Kedves hallgatók, az Impulzus podcastet hallhatjátok, a Star Trek Picard harmadik évadát folytatjuk, most a hatodik epizódot néztük újra, The Bounty, ez nem összekeverendő a Bounty című Enterprise epizóddal, majd egyszer arról is fogunk beszélgetni talán, de most... Csak a csokoládéval sem. Így van, azzal is könnyű ezt a dolgot összekeverni, Isu és Nokedli lesznek a beszélgető társaim, szervusztok! Szia! Szia! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Na, hát itt egy nagyszerű visszatérésnek lehettünk szemtanúi az előző részben, és most is van egy visszatérés, mert már régen láttuk Amanda Plummert viszonylag, hetek óta hiányoljuk. Egyrészt ő is a nyomában van a Titánnak, aki ilyen kicsit ilyen Botany Bay alakú, ilyen decoy szerkezeteket bocsát ki magából, hogy elterelje magáról a figyelmet. Nektek nem az volt az érzésetek, hogy ott alszik rajta a Khan, meg a többi feljavított? Nekem valami miatt így hasonlított egy kicsit. Nem, viszont ennek a jelenetnek volt egy plusz jelentősége, hogy ebben a jelenetben tudtuk meg biztosan, hogy a vadiknak az emberi, azok mind changelingek. Tehát biztosan ez így ki lehet mondva, mert eddig ugye csak a Matalas Twitteréből sejtettük, hogy ez így van, amire morogtam is már a múlt héten, vagy az előtt, már nem is tudom. Tehát itt most konkrétan elhangzott, hogy itt ezen a hajón mindenki changeling. Hogy miért csipognak madárként, az egy másik kérdés, de talán lehetnek alfajok, ezt is talán megbeszéltük már. De ennek a jelenetnek szerintem ez volt az egyik fő üzenete, hogy nyíltan ki lesz mondva, hogy itt ők mindenki changeling. Eddig ugye tudtuk, hogy a Vadiknak a karja az changeling, de hogy nem voltunk egészen biztosak benne, hogy akkor ő most valóban changeling, az egészen changeling, vagy pedig csak valahogy a maradt egy changeling kar. Most már egészen egyértelmű. És az volt az érdekes, hogy amit megtudtuk egészen biztosra, hogy ő egy changeling, ide csaptam, és azt mondtam, hogy de hát teljesen úgy néz ki, tehát, hogy annyira hasonlít a Deep Space Nine-ből a Female Founder-re, tehát ahogy a haja ott le van simítva, alig van haja, tehát éppen minimális átváltozással gyakorlatilag ő lenne a Female Founder. Amúgy valószínűleg nem ugyanaz a két karakter, mert valószínűleg a Female Founder otthon van, ugye ő meg egy renegált Female Founder, de... Sub-founder. Hát, szegény Jack Crusher megörökölte édesapjának a betegségét, és talán még évtizedei vannak hátra, azt mondja a doktornő, és hát ő már ezt tudja, a fiú, mert bánatában már betolt pár viszkit. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez az Irumodik szindróma, ami van, gyakorlatilag most azt láttuk, hogy ezzel meg is magyarázták azt a jelenetet, hogy a Jacknek, ami a különleges képessége, az most csak egy látomás, amire beszedett egy gyógyszert, és elmúlt neki. De ilyet látott a Picard is? Volt neki ilyenje? Hát az Augustinusban látott dolgokat, de hogy igazából nem tudjuk, de hogy ezt így magyarázza a Beverly, hogy ezek a látomásai, meg Nightmares, meg mit tudom én, ezek most az Irumodik szindróma. Azokat most újra kellene nézni az Augustinuset, ahol először mondják. Az Augustinusnak a jövőben játszódó részeiről van erről a dologról szó. Pontosan szerintem a látomások nem nagyon... Tehát azt gondolják, hogy azok a látomások, amiket a jövőbeli Picard lát, azt az Irumodik szindróm okozza, és nem gondolnak, nem tudják, hogy ezt igazából Q kavarja ott az idővonallal. Viszont ez egész jelenetben az a fura, hogy
eddig úgy lehetett érezni, hogy ebből építkezünk valamit. Megyünk az operaház felé, hogy itt a jobb dajak alapban tesznek artikás előző részben haladó dolgok. Meg az előző részben, amit beszélgettünk. Hogy mintha ez menne valahová, és most így hirtelen így bejelenti, hogy én azt nem tudtam, hogy nem mer beszélni, és majd valamikor a csúcspont környékén egyszer csak fölrobban ez a dolog. De nagyon úgy néz ki, hogy nem. Tehát én arra gyanakszom, hogy de mégis ez lesz, csak itt most valahogy le kellett tompítani ezt a dolgot, mintha ez már túl messzire ment volna, még mielőtt odáig jutunk, hogy már semmi más nem érdekel minket az egész storyline-ból, csak az, hogy mi ez a piros ajtós látomás, és ez most kicsit vissza lett fogva. Én szerintem ez még vissza fog jönni, nem hiszem, hogy két gyógyszerre kapunk, és ezzel ez a szál ki van írtva. Igen, ha két gyógyszerre ez a szál most kihalt, akkor ez egy rossz történetépítgetés volt az előző részben. Ha viszont a később újra visszatér, amire én is látok esélyt, hogy még visszatér, akkor ez most jó lehet egy kis visszafogás a dinamikában, ami által még hatásosabb lesz később. Szóval ez most egy érdekes kérdés. Valószínűleg a betegsége okozza, ettől függetlenül még lehet hasznos ez a dolog. Annak ellenére, hogy nem teorizálunk, ennél a pontnál már elkezdtünk teorizálni. Hát nem, azt hiszem, hogy itt nem nagyon tudunk mit tenni. Nem, nincs miből építeni. Nem baj ez. Én úgy gondolom, hogy nem. Ezen a ponton ez... Mert odáig jutottunk, hogy lehet, hogy éppenséggel az iromodik szindróma az, ami miatt a Jack Crusher-t keresik a changelinget. Uh-huh. Hogy ott valami összefüggés van. Hát ez lehet. De majd meglátjuk. Mert valamilyen nem a Picard keresik, hanem a Jack Crusher-t minden áron. De majd ezt a végén is beszéljük meg, akkor térjünk vissza, hogy miért. Oké. Hát Beverly arra a következtetésre jut, hogy érdemes lenne a Worfot megölelni, ha megérkezik a transporter teremben, viszont a Hetes és a Raffi, hát ők nem ölelkeznek. Érdekes ez a Hetes és Raffi viszony, mert most a második évadot újra néztem, nemrég, de már nem emlékszem, hogy ők akkor végül is miben maradtak, de itt most úgy tűnik, hogy szakítottak, pedig ott, mintha lett volna egy olyan karakterívük, hogy ők összejönnek még jobban, és akkor most már a jövőben együtt lógnak majd többet, de ezek szerint lehet, hogy ez nem így történt. Hát most úgy néz ki. Fura, ez néha olyan érzésem van, mintha az előző két évadot így ignorálnánk, de aztán mindig fejbe vágnak a Picard a android testével, ami viszont onnan származik, szóval nem tudom, hogy akkor most hogy állunk. Reszetelődött itt pár kapcsolata. Az ő kapcsolatuk mindig is nagyon fura volt. Igen, tehát nem kérdés. Azért térjük vissza, hogy ez még semmi ahhoz képest, hogy az első szezonban közük nem volt egymáshoz, nem volt két jelenet, nem volt egy jelenetük sem, amiben közösen csináltak volna bármit, legközelebb akkor álltak, amikor a Picard egyik oldalától két méterre, meg a másik oldalától két méterre álltak. És éppen beöltöztek valaminek. Hídon, és hirtelen összebarátkoztak a végén. Jelenetben pedig ott ültek és fogták egymás kezét. Ezért Igen. Én effektíven nagyon mérges is voltam, és nem azért, mert fogják egymás kezét, hanem ha már fogják egymás kezét, akkor az már megérdemelne egy normális történet. Felvezetést, ahogy bármilyen kapcsolat megérdemel, tehát egy férfitől, meg egy nőtől sem szeretném, hogy most végig nincs közös jelenetük, és a végén higgyem el az utolsó jelenetben, hogy ők most halálosan szerelmesek egymásba, és tehát, hogy ezek után jött a második szezon, amikor ott valamit ezzel próbáltak kezdeni. De nem éreztem, hogy az működik. Úgyhogy én szerintem az eddigi legjobb jelenetük az, amikor a Worf beszól. Igen. A Worf továbbra is a legfantasztikusabb. Lehet, hogy ezért csinálták ezt az egészet, hogy a Worf beszólhasson. Azt mondod nekem egy hónapja, hogy egyszer a Worf lesz a legviccesebb karakter az egész sorozatban, én nem hiszem el, de hát tényleg ő az. Hihetetlen. Tehát az, amikor mondja, hogy mentem már a csatába, szeretővel, meg mit tudom, és akkor valamit ott mondanak rá, meg minden. Ja, mondja a Hetes, hogy én nem megyek, és az akkor jó. Csak hazudtam, vagy gyakoroltam a megtévesztést.
Hát nagyon, nagyon jó. Hát szóval igen, az ő kapcsolatuk most marad ilyen limbóban, hát majd megnézzük, hogy kihoznak belőle valamit. Hát én úgy képzeltem volna el, hogy most megérkezik, megölelik egymást, vagy mitől, nem kell túlzásba se vinni, de azért ezt is egy olyan, hát ez nem konfliktus, valami elhidegülés, vagy nem tudom, mi történhetett is, de ez is olyan, hogy... Valami zavarod köztük, az hogy, biztos, és nem tudjuk, hogy... Fog ez valahova vezetni, mert nem tudom, hogy az évadot ez gazdagítja-e, hogy ők most ilyen bénán viselkednek egymásnak a társaságában, meg ilyen esetlenül. Hát én azt mondanám, hogy elvileg, hogyha tartják magukat a trópokhoz, akkor ez a fajta awkward viselkedés általában a felé megy, hogy lesz valami belőle. Uh-huh. Vagy pedig nem lesz, mert ez egy pikás sorozat, és a pikárban eddig mindig az volt a tanulság, hogy az összes többi szál az kicsit el van nyomva, és néha esetlen, meg néha fura, és akkor itt nem kezdünk dolgokkal. Jó, akkor átfogalmazom, szóval ez a fajta kapcsolat ahhoz vezet, hogy összejönnének, csak közben kivágják. Végén a vágó simán elképzelhető. Lehet, hogy egy... Hát valószínűleg írásilag azért az afelé haladnak, hogy valahogy megoldják. Valamilyen szintre megoldják, ha csak annyira is, ahogy a Picard meg a Beverly kapcsolatát megoldották. És ők is ex-lovers. És ex-rekkal. Egy elég nagy darab ex-rekkal. Na, viszont a Worf az hozza itt az intelt, hogy ugye mit kell csinálni. Itt van a Daystrom állomás, amit nem keverünk össze a Daystrom intézettel, ami ott van lent. Igen. Japánban, talán azt hiszem. Igen. Képes voltam arra, hogy szétválasszam a fejembe, hogy ez akkor két különböző intézmény, vagy ugyanannak az intézménynek két különböző szervezete, és hát... Kételem, igen. Igen. Van a levelezési cím, meg a... És hát itt egy ilyen rettegett AI, egy mesterséges intelligencia áll az útjában a betolakodóknak, de hát természetesen születik itt egy terv. Ez is egy tökre pörgős és vicces jelenet, ahogyan ez az eligazítás zajlik itt a Worf és a Picard meg a legénység között. Tehát tulajdonképpen a Heist Movie-nak a megszervezése igen. zajlik itt, és ott is van egy amiről csomó ilyen. Amiről mindig tudjuk, hogy minél részletesebben mondták el, hogy pontosan hogy fognak bejutni, annál inkább nem az fog történni. Annál biztosabb, hogy nem az fog történni, amit ők ott elképzeltek. Igen, hát még izgalmasabb, hogy amikor ténylegesen oda mennek, akkor Worf egy ilyen halálos nyugalommal helyezi be azt a, nem tudom, ilyen SD kártyát, vagy pendrive-ot, amit kaptak a vulkánitól, ott gyakorlatilag szól a riadó teljes hangerővel, és ő... Így fogják a többiek a fejüket, de meg... Csak beteszi a kártyát. Igen. Hát a Titánnak ugye távoznia kell, mert felfedezik a pozícióját, és akkor ott ragadnak hőseink. Jelen esetben ugye Worf, a Riker parancsnok, és ki van még ott? A Raffi. Raffi. Ők hárman derítik fel a terepet, és hát kezdődik az easter egg mennyország itt a Star Trek rajongóknak. Rendkívül sok easter egget őriznek ebben a raktárban. Nem csak a raktárban, de majd igen, az egész. Igen. Hát én itt felfedeztem egy ilyen Genesis torpedót, meg a Kirknek a maradványai vannak ott, vagy... Hát igen, az nagyon fura. Tehát ki van írva, hogy James T. Kirk maradványai, és a rájövős rajongók kikockázták, hogy mi van aláírva, és kiderült, hogy a Star Trek enciklopédiából van bemásolva a Kirknek az életrajza, és a végére oda vigyeztették két mondatot, amitől mindenki eldobta az agyát szerintem. Az egyik mondat az, hogy a Kirk testét a Veridian 3-ról szedték össze, ahol súlyosan megsérült, és mindezt a Projekt Phoenix keretében végezték el, és hát ez egy olyan info, ami hát hú, basszus. Tehát ez azt jelenti, hogy James T. Kirk még valószínűleg életben lehet, vagy... Vagy azért hozták el a testét, mert megpróbálták feléleszteni. Igen, és ez azt jelenti, hogy Picard eltemetett egy még élő... A Csillagflotta egyik legendás kapitányát élve eltemette egy hely oldalon. Miután ráesett egy híd. Miután ráesett egy híd.
Igen. Hát ezt hozzáírhatják a számlájához. Igen. Itt egyébként hadd meséljem el, hogy van egy könyvsorozat, William Shatner annak... Csak nem a Shatner verzum. A Shatner verzumra gondolok, igen, amikor a Shatner úgy gondolta, hogy ő már kiöregedett a színészetből, és hogy könyveket fog írni, és írt egy és így több kötetet a körkapitány különböző kalandjairól, amit annyira agyamentek és over akármik voltak, hogy mindenki letette a haját, és igazából még a könyvkiadó is úgy jelentette meg, hogy egy teljesen különálló ez a Shatner univerzum. És van egy kötet, aztán a második vagy harmadik, az a cím, hogy The Return, ami arról szól, hogy a romulánok és a borgok összefognak, hogy fölélesszék a Veridian Harmon elhunyt Kirk kapitányt, és ő segítségével valahogy megmerényeljék Picard kapitányt, hogy újra Kirk lehessen az univerzum hőse, valami ilyesmi. És talán még több, rengeteg kötetet írt, hiszem 8-9-en átmegy a sorozat, Kirk minden egyes kötetben megmentette az univerzumot, sőt, már volt olyan kötet is, ahol nem csak a sajátjukat, hanem még a Mirror univerzumot is személyesen mentette meg, úgyhogy valaki Kirk imádó, és imádja az ilyen dolgokat, akkor ezeket a köteteket mindenképpen olvassa el. Teljesen nagyon nem dolgok annak néha benne, például, hogy Shatner, tudjuk róla, hogy imádja a lovakat, és hogy imádja a kutyákat, több dobermannja is volt, és néha, amikor irkálhatott, szerintem fölnézett, és amit látott, az beleírt, tehát van egy fél oldal arról, hogy a Borg asszimlált dobermannokat, és azok piros fényekkel fejükön rohangáltak a borkockán, meg egyéb ilyen őrületek. Hát ő teljes harmóniában van a saját karakterével, így is lehet mondani. Kiírta magát a sírból, és született egy ilyen. Na, azt hiszem a Körkön nagyon leragadtunk. Ja, renduljunk túl, mert ez valószínűleg csak egy iszereg, és nem fog visszatérni az utolsó jelenetben, hogy egy új spin-offot indítson útjára, úgyhogy... Viszont itt a Star Trek rajongóknak egy újabb kedves momentum, hogy itt megjelennek ilyen hangfoszlányok, és hát zenész is van a csapatban, Riker ugye nem hiába láttuk az ő kezébe ezt a harsonát itt évadokon keresztül, hát ezekből az apró kis bejátszásokból ő már azonosítani tudja, hogy mi micsoda, és szépen lassan összerakja ezt a Pub Goes the Weasel című nótát, amit ugye a Data próbál elfütyülni a Encounter at Farpoint, az emberiség nevében című pilotban. Ez nagyon szépen bejátszották oda azt a holofedélzetes jelenetet. Valahogy még úgy széles vásznú képarányra is vágták azt a klasszikus TNG-s cuccot, de ez nekem így nagyon tetszett, hogy ezt így megoldották. Igen, bár én először meglepődtem, hogy ez biztos, hogy jó ötletem, mert mi lett volna, ha nem Rikert küldik, és ő nem ismeri ezt a dolgot, de aztán utólag rájöttem, amikor másodszor megnéztük, hogy igazából az állomás biztonsági rendszer azért szkenneli, hogy kik jönnek. Igen. A Worfnak is biztos tudott volna jeleket. A Worfnak biztos tudott volna valami olyan feladványt adni, hogy... És később derül ki, hogy direkt olyan feladványt kaptak, ami megoldható számukra. Igen, hogyha esetleg máshol kikértek volna, akkor olyan lett volna. De szép, hogy az első találkozásuk tulajdonképpen az jelenik itt meg. Ugye itt volt ez a holló, holografikus, ami talán amikor álmodik a Data a TNG-ben. Igen, hollókról álmodik, ezt mondják is, hogy egy jó barát, aki hollókról álmodik, aki nem tud fütyülni. És tegyük hozzá, hogy ugye ugyanez a jelenet vezet ahhoz a megvilágosodáshoz, hogy ott van Data karaktere, vagy egy alternatív Data karakter. És hát Moriarty. Na most a Moriarty az aranyos a színész, meg örültem, de eléggé cameo jellegű ez a szereplés. Tehát nem volt belőle sok, amit kaptunk. Hát igen, végülis nem, tehát Moriarty tényleg csak egy ilyen, hát easter egg tulajdonképpen. Most bedobták, hogy lesz, és ezért mindenki azt gondolta, hogy mekkora nagy szerepe lesz, de voltak éppen ő csak része ennek a Data-féle biztonsági rendszernek. De vele egyébként mi lett, őre emlékeztek? Mert nekem most nincs
Ugye igen, a Ship in the Bottle. Betették egy saját. Ja, tényleg. Elmentették őt. Egy mini holodeckbe, ahol gonoszkodhat. De igazából és most, lehet, hogy... Bocsánat, lehet, hogy betették abba a raktárba, ahol a gonosz AI-k meg az exokon... A Lower Decks-ben. Nem tudom, hogy meg átakarják venni a világ. Igen, meg a CBS logós igazából, amikor már a hatodik részben járunk, és már látjuk, hogy mi merre felé megynek ezek a dolgok, akkor már szerintem sejthettük, hogy ez nem lesz több, mint egy aprócska kávahó. De azért mégis én ennek nagyon örültem, hogy ugyanazt a színészt visszahozták ugyanarra a karakterre, és ugyanolyan lelkesen eljátsza, és nem kellett többet válni, de azért mégis úgy megmelengedte az ember szívét. Mint ebben a részben egyébként sok minden más. Igen, hát jön ennek a következő állomása, ugye maga Brent Spiner, akiben úgy tűnik, hogy kavarodnak Dr. Soong, Lore és Data-nak a jellemvonásai. És még B4 is. És Lál. És Lál. Ja, és B4 és Lál, igen. Ezt még majd a következő részben lehet, hogy jobban is látjuk, bár már ebben a részben is találkozunk Data-val, Lore-ral, meg B4-ral talán, ahogy így próbálja Brent Spiner külön-külön. És még egy projektort is beépítettek a szemébe. Úgyhogy... Itt hagyott egy üzenetet az öreg, talán ez az Altan Inigo Soong, azt hiszem, aki igen, a Picard első évadában volt. Ő talán a biológiai gyermeke volt annak a Soongnak, aki tervezte a Data-t. Tehát Data-nak valamilyen szinten ő egy féltestvérenek is lehetne nevezni. És hát ő már tisztes öregkorba jutott, és egy ilyen utolsó nagy projektként belevágott ebbe a egyesítésbe egy szintetikus testen belül, de úgy tűnik, hogy nem fejezte be ezt a hatalmas nagy vállalást. De szép volt egyébként, hogy ahogy a karakter így megfogalmazta, hogy tulajdonképpen az ő nézőpontja szerint az evolúció az hogyan kristályosodik ki ebben a teremtményben. Ez egy érdekes jelenet volt. A felépítése, a zene, az összevágása a másik történetszállal, amit még eddig nem említettünk, de most muszáj lesz, mert fontos. Itt kiabálta, hogy ennek van jelentése, és esküszöm, az elsőt megnéztem, és utána ültem, hogy most tudom, hogy valamit akar mondani a sorozat, de én nem értem, hogy mi köze van itt. Ennek ahhoz volt köze, hogy amikor ezt néztük, szerintem még a podcast felvétel után még rányoltunk egy epizódot, tehát elég késő volt, meg szaladtak voltunk, és nem értettem, hogy mire is van szó. Miért vannak bevágva ezek a dolgok? És ehhez azt kell tudni, hogy ugye, amik be vannak vágva... Hogy... Most hát hadd meséljük el, hogy mit is történik. Ugye az történik, hogy az Altan Inigo Soong elkezd mondani ezt az evolúcióról szóló monológot, majd miközben mesél, és akkor átvágunk a Fotta Múzeum hajóira, majd ugyan... Várjál, ugye nem mondtuk el az előbb, hogy a Titán közben elment arra az állomásra, ahol találkoztak Geordival. Tehát ehhez a jelenetnek a megértéséhez muszáj az a szál is, hogy megértsük, hogy ott vannak Geordinál. Egy picit beszélhetünk is, és térjünk vissza erre a jelenetre szerintem, ha ezt a részt megnéztük. Jó. Mert ez úgy áll össze az egész egyé, és akkor... Tudjuk elmondani, jó, mire jutottunk. Hát akkor azt mondhatjuk, hogy Geordi mint múzeumigazgató, nem tudom, hogy talán nem így nevezték őt, de ő is azon gondolkodik transportálás közben, hogy ölelés vagy nem ölelés lesz itt az üdvözlésnek a formája. Hát nyilvánvalóan ölelés lesz a dologból, de azért ez már nem fog olyan könnyen menni Picard számára, pedig ő megígérte, hogy visszamegy a Rikerért és a csapatért, de hát azért itt a családja a tét Geordinak, és megint felhozza a sorozat ezt a tematikát, hogy most akkor a csillagflotta a fontos, vagy a család a fontos, vagy a csillagflotta a család, vagy a család a csillagflotta, tehát hogy így, hogy kell helyesen dönteni. Ezt feszegeti ez a dolog. Nyilván itt már érzi a néző kilométerekről, hogy
majd be fogja adni a Jordi valamikor a derekát, de itt még egy kicsit keresztül verekedjük magunkat. Az egyébként szerintem jól előadott drámán, hogy a Sidney meg az édesapja nem váltak el egymástól jó viszonyok között, és köztük is van egy ilyen, hogy akkor most bevállaljuk, nem vállaljuk, mert a Picard az azt hiszem, hogy minthogyha hajlandó lenne arra, hogy maradjon ott a csaj, a Sidney a múzeumban, és akkor ő majd azt mondja, hogy ő rángatta bele ebbe az egészbe. De Sidney nem akar, mert Sidneynek pontosan ugyanolyan sokat jelent a csillagflotta, mint annak idején az édesapjának. Valahol meg lehet érteni a Jordit, azért vegyük hozzá, hogy a Jordi szemszögéből nemrég kapták a hírt, hogy a Titán hetekre eltűnt. És mi tudjuk, hogy milyen közel állt a Titán ahhoz, hogy felrobbanjon, és ne jöjjön vissza sose. És ugye már volt egy jelenetünk a Rikerrel arról, hogy milyen érzés elveszteni egy gyereket. Tehát ugyanilyen tragikus érzés megélni azt is, hogy majdnem elveszted, jó, aztán újra találkozol, de hogy állandóan elveszteted. És állandóan veszélyben van. Mondjuk én szerintem Jordynek előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy egyébként a Sidney majdnem, hogy semmivel sincs nagyobb biztonságban, mondjuk mellette az állomáson, igen, azt ugyanúgy meg tudják támadni, mint a hajón, mint a nem tudom micsoda, és nem lehet élete végéig parázni, mert akkor nem tud élni, hogyha mindig fél ettől, és hogy ez is része lesz a dolognak, de biztos, hogy az is belejátszik, hogy nem magát félti, de hogy a család, és ez nagyon jól mondtad, ahogy ezt az ellentétet a család megint meg a csillagflotta. Ugye ez jól meg van csinálva. A Jordynak a Dr. Brahms a felesége? Nem vajon? Hiszem, de lehet. Nem tudjuk. Lehet, hogy ő ilyen kalambó felesége marad itt a sorozatban. Lehet. Az Augustinsben lehet, hogy ő volt az, mert Leának hívták a feleségét. Uh-huh. Most viszont nem említették egyáltalán a nevét. És a nemez is kivágott jelenetében, igen, is Leán volt. Igen. De az kivágott jelenetet nem számít. Úgyhogy a két lánynak ugyanaz az árnyalata a bőrének, mint a Jordynak. Egyébként az egyik a... Igen. Egyik a saját lánya. A saját lánya. A színésznek. Ja, igen. Az Alandra nem a Sidney. Uh-huh. Tehát az a lánya kijön vele, az a Livard Burtonnek a lánya. Ő a Mika Burton? Igen. Mika Burton. Uh-huh. Ő volt ilyen host is, azt hiszem, ilyen Star Trek-es évfordulón talán, vagy valamilyen kapcsolatfelvétel napján talán, úgy emlékszem. A többet tudsz el. LeVar Burtonnek a lánya. Na, van itt még eközben is egy érdekes jelenet, hogy a Jack beleül a kapitányi székbe, hetes megpróbálja neki jelezni, hogy nem kéne, de csak kipróbálja természetesen, és elkezdik nézegetni. Ez is ilyen kicsit itt a Star Trek rajongóknak szerintem mindenféle szempontból próbált ez az epizód a szokásosnál több easter egget nyújtani. És ez egyébként pont párhuzamban volt azzal, ahogy mentek a Daystrom állomáson. Tehát ez pont megelőzte azt a jelenetet, amit az előbb megálltuk, és így sorra mentek egyik oldalon. Ezek az easter egg-ek, a másik oldalon meg ezek, ugye itt volt a hajó. De milyen jó ötlet ez a múzeum, hogy tényleg ezek a hajók, ezek a formák nagyon sokat jelentenek, egy-egy mozifilmet, egy-egy kalandot jelképeznek a néző számára. Ugye itt van ez az HMS Bounty, például rögtön azt a hangulatot érzi az ember, mikor megpillantja Kirknek a hajója, meg még ki tudja, a Voyager-t betíti a hetes. Az egy szép, igen. Azt hiányoltuk. Hát ugye, de azt festményként láttuk az évad elején. Mert ugye tönkrement, és hát valami van a 12-es hangjában, ami. Hát gondolom az Enterprise-i tányérettsége lehet. De a múzeumban lehet restaurálni. Sőt. Hát ha valaki összeragazgatta. Igen, ilyen arany
csíkokkal. Lehet, hogy belülről ilyen fapálcikák tartják össze a hajókat. De szép a Voyager-ös rész, amikor odaér a hetes, és tulajdonképpen ott is egy ilyen kapcsolódásról van szó, hogy ő most hova tartozik. Tartozik-e ő most jelenleg valahova? Tehát ezeket is úgy jól megragadta szerintem az epizód. Abszolút, ez nagyon megható volt, ahogy ott a hetes elérzékenyült ott a Voyager-nél. Uh-huh. És szerintem nem is adott ki még ennyire érzelmes választ, vagy legalábbis a Voyager idejében soha nem ismerte volna be ezt, hogy a Voyager volt az ő családja, tehát amikor 20 év múlva jössz rá, hogy 20 évvel ezelőtt ott volt a családod, és akkor nem mutattad ezt ki, vagy nem éreztetted ezt másokkal, és most ez már nem jön vissza ez az ide. Ez érdekes volt. Hát azért a Voyager az egy minden tekintetben egy extra érdekes történet, és reprodukálhatatlan, mert tényleg ami ott, azok a szereplők nagyon össze voltak zárva, és nagyon egymásra voltak utalva, és ebből következően nehéz a Voyager színészeket tovább vinni, én úgy gondolom, újabb sorozatokban, mert ők együtt adtak egy egészet, vagy ahogyan egymáshoz viszonyultak. Nekem nagyon hiányzik a hetes mellől a Janeway. Szerintem ők, nekik ketten együtt volt egy fejlődésük, ami nem pótolható. Igen, ami fura, én azt olvastam, hogy a Robert Beltrant megpróbálták visszafűzni, hogy akkor a Picard harmadik évadában itt most szerepeljen egy kicsit, mondván, hogy az utolsó, a Voyager vége felé volt valami belevegtetett, nagyon fura Janeway Chakotay viszony, amit senki sem értett igazán. Nem, Seven Chakotay viszony volt. Bocsánat, Seven Chakotay viszony. De még olyan is volt, amit mondasz, Janeway Chakotay is volt. Az még hamarabb. De igazából a Seven Chakotay senki sem értette, mi se. És általában a Robert Beltran épp azért mondott nemet, hogy ő annyira nem érezte át, hogy annak a... azt a szállat akarták visszahozni? Hát, hogy most kicsit visszautalni. Ez furcsa, mert az nem egy fan favorite dolog, én úgy emlékszem. Nem, és igazából a Beltrannak sem a kedvence, úgyhogy ő azért nemet mondott, és inkább megy majd a Prodigy-be szerepelni maximum. De tényleg valószínűleg maximum olyanra tudtam volna elképzelni, mint amit most láttunk a Raffi és a Seven között, hogy egy ilyen kis awkward hello, tovább nem menjünk. De nem, tehát hogy ebből nem lett aztán semmi. Igazából nem is bánom. Szerintem senki se bánja, hogy ezt nem fűzik tovább. Érdekes ez. Mondtam nektek itt az adás előtt, hogy nem biztos, hogy ezt bemerem mondani, de talán mégis bemondom, hogy jó lenne egy ilyen Janeway Picard történet, amiben így megmutatják, hogy még ketten együtt képesek megmenteni az univerzumot. Ilyen Janeway-nek volt az a Die Hard-os epizódja, az a makrokozmosz, valami olyasmit képzelnék igen, el igen. Kettejükkel. Meg a Picardnak a First Contact, ugye? Hát abszolút. El lehet képzelni, igen. Bár nekem a legjobb Picard részek azok, amikor filozofálgat, és nem amikor lő, de attól függetlenül azért elég menő dolog, amikor akcióznak. Nem említettünk egy nagyon-nagyon pici, de nagyon cuki jelenetet, ami szintén itt van még, amikor a show találkozik a Geordival. Hát az egy annyira szívet melengető volt. Tehát azok után, hogy a show-t láttuk, ugye, hogy leteremtette a Picard, meg a Rikert, meg minden. Most gyakorlatilag tudjuk már, hogy ő egy gépész volt, és hogy egyszerűen csak így elolvad, és szinte remeg a hangja, és nem mer odaszólni, hogy az hatalmas idolja, és akkor te meg nem, de a rendes nézőnek meg ugye nem az jut eszébe, hogy van bárki a világon, akinek a Geordi az idolja, és a Picard meg a Rikert meg kifejezetten így lesöpri. Hát szerintem ez annyira aranyos. Hát képész volt a show, úgyhogy teljesen érthető. Abszolút, ahogy ott meghatódott. És akkor körülbelül itt jutunk vissza ahhoz a jelenethez, ahol egyszerre látjuk azt, ahogy a Sung mondja ezt a monológot az evolúcióról, látjuk a Picardot és Geordit beszélgetni, látjuk a Jack Crushert, látjuk a Flotta múzeumot. Nem látjuk a két
gyerekét a Jordynak, mert ugye két lányáról beszél. A Flotta Múzeumot, megint csak a Jacket, ahogy úgy nézi a Flotta Múzeumot, és aztán visszatérünk a Sunkhoz. És az egész ugye arról szól, hogy ez az egész dolog akkor jó, hogyha nem... Tehát az evolúció nem csak a dolgok megőrzéséről és őrizgetéséről szól, hanem hogy valamit hozzáadjunk. És ez része az is, hogy a Sung az hozzáadja ezt a Détát, inkább azt alkotja meg, és nem saját magát rakja be, bár ha jól értettem, akkor saját magát is berakta. Hogy ahogy a Picard és a Geordi arról beszélgetnek, hogy mint szülők már nem tudnak hatni a gyerekeikre, a gyerekeknek átadják a hibáikat, átadják a jó tulajdonságaikat. Ez itt vissza is tér, ez később, és ez visszautal arra a beszélgetésre, amikor a Picard a Jackkel beszélgetett az elején az Irumodik szindrómájáról, hogy ő csak a rosszat adta át, majd lesz egy jelenet a végén, amikor a Jack mondja, hogy azért a jó tulajdonságait is lehet volt olyan, hát ez már több, mint amit egy kamaszkorban éppen kikerülő gyerek mond a szüleinek. Egy 34 éves színész interpretációjában. De hát a karakter elvileg még csak 20. Kb. Úgyhogy, ja. Eszembe jutott, hogy itt beszéltünk az előző epizódban, hogy ilyen staféta átadás. Lehet, hogy egy ilyen next generation az a főhősöknek a gyerekeire épülő sorozat lenne, mert most itt hát látszik, hogy össze tudnak játszani. Ugye most jelen esetben a Sydney meg a Jack. Hát a Jacket meg a Sydney-t igen, a többieket nem nagyon tudják behozni. Kinek van még egy gyereke, ugye a Rikeréknek még kicsit fiatalak a lányuk. Hát már 15-16 körül van most. Hát igen, és a többieknek nem nagyon. Worfnak mi lett a Alexander a DS9-ben, azt hiszem volt. De hát ő már nagy. Nem tudom. Saját életét éli. Ő már felnőtt volt a Deep Space Nine alatt. Gyorsabban nőtt az átlagosnál. Igen, meg az ő sztoriát azt hiszem így lezárták. Őt lezárták, úgyhogy igazából nem tudom, hogy hol jönne vissza. Hát akkor csak azok vannak, akiket látunk most a epizódban talán. Nekem nagyon tetszett az a beszélgetés, amikor arról beszél, hogy nem csak a jó tulajdonságainkat adjuk át a gyerekeinknek, hanem a hibáinkat is. Ez így... Én is szülő vagyok, és így, ez néha tökre bennem van, és tökre sokat gondolkodok ezen. Viszont nekem ennek a monolognak van egy másik értelmezése, amiről úgy gondolom, hogy néha... Tehát olyan érzésem van, mintha egy kicsit a Terimata az beszél neki hozzánk, hogy azt mondja, hogy ha azt, hogy most tovább visszük a Star Trek-et, akkor nem csak a megőrzése a fontos, nem csak a korábbi dolgokat kell újra ismételgetnünk, hanem új szálakat kell belevinnünk, új megközelítéseket kell találnunk, és igen, fogunk elkövetni hibákat is, de viszünk bele jó dolgokat is. Egy kicsit úgy érzem, mintha most személyesen a Matalasz egy kicsit rátűjtan a rajongó távolra, hogy igen, értjük, hogy és ti csak a körköt akarjátok, csak a Picardot akarjátok, meg a Janeway-t, meg a Sisko-t, meg a több, meg Archer-t esetleg. És tessék, most adunk nektek egy csomó easter egget, de fogadjátok el, hogy megy a sorozat a maga útján. De igen, és hogy nem csak megőrzés, hanem evolúció, és fejlődünk tovább, és lehet, hogy nem lesz annyira szívhez szóló mint neked, mint azokat, de mégis van, így fejlődünk tovább is. És ez egy tök jó üzenet, amit szerintem nagyon-nagyon sok rajongónak, akik össze-vissza kommentelgetnek, hogy meg kéne hallgatni, és el kéne gondolkodni a rajta. Szóval van ennek a monolognak egy ilyen, talán van egy ilyen meta értelmezése is egy kicsit. Uh-huh. Igen, valóban ez benne van, simán. Itt az előbb említettük már a Jack
benéz ott a kinyíló ajtón, és látja, hogy ott van a fater, és úgy gondolja, hogy kicsit puhítani kéne azon az epizód eleji üzeneten, és nem biztos, hogy csak rossz dolgokat örökölt tőle. Ez is olyan szép valóban, hogy ez így kijön belőle. Jó ez a jelenet. Egyébként párhuzamba hozható ott a Détának a sztoriával, vagy legalábbis én ott érzek egy kis áthallást. De előtte nem akarjuk elmesélni, hogy mi történik lent a Daystrom állomáson, meg hogy aztán hogy szabadítják ki a hősöket. Mert azt szerintem még előtte van ez. Ott marad a Riker? Amikor ott marad a Riker. De. Meg hogy igen. Hát, hogy ott ugye harcolnak, meg végül is a Riker ugye feláldozza magát azért, hogy ők ki tudjanak jönni. Ez is egy jó cucc, hogy a Riker maradott, mert pont most nem is tudom, hogy veletek beszéltük a legutolsó TNG adásunkat, amikor ugye a Tasha Yar húga, lehet, hogy a Kathleen-nel beszélgettünk, mindegy, ott is a Riker megy így vissza vakmerően, hogy visszamenjen érte, és ott a Picard le is teremti, hogy hát ilyet azért nem kéne csinálni, ez egy érzelmi kirohanás volt, és itt is ez ilyen tipikusan Rikeres, hogy na, akkor én most fedezem a csapatot, vagy nem is tudom addig, amíg igen, megmenekülnek addig. És annyira lelkes, hogy előre megy egy folyosóval, miáltal hátulról is betámadhatóvá válik. Igen. A protrizna, vagy hogy mondtad, a kelepce a fejére esik a fáról. Mici maszkos idézett jelve, hogy a kelepcék a fán élnek, és ránk ugranak váratlanul. Ez most egy ilyen transport inhibitor képében igen, áll igen, bele a hátába. Abszolút, igen, a plot reason lőtte le, mert hogy aztán kell a Riker ahhoz az utolsó jelenethez, amikor szembesítik a Vadik hajóján, hogy... Az a Vadik is érdekesen jelenik meg, mert először egy ilyen vallató tisztnek tűnik, aztán utána kiderül, hogy ő a Vadik. Igen, hogy ő a Vadik, és aztán el is viszi magával, és akkor ott herciáskodik a Riker, hogy hát miért gondolják, hogy ő majd bármit is elárul, az ő saját élete. Mosolyogva tűri a pofonokat. Az jó, biztos, igen. És akkor oda... És akkor két éve robban az egész. És akkor ott van Diana. Ja, bocsi, ezt nem gondoltam. Igen. Ugye előtte már ugye hallottuk Vadikot, hogy mondta, hogy az összes hősnek az összes rokonát gyakorlatilag keressék meg. Ennek ellenére szegény Laris még mindig a szörnyű van. Tehát valamiért az még mindig nem kristályosodik. Hát lehet, hogy ő ügyesebb, mert ő ugye ilyen Romulán Talsiár ügynök igen, volt talán, és elképzelhető, hol, hogy... Közöttök kép közé egy álcázó berendezéssel. Nem, csak elintézte azokat a csényeket, akik jöttek érte. Egyébként... Igen, amikor Larisz hozták volna, már rég megoldott volna minden. Pedig volt a Diana is Romulán környezetben. Volt, igen. Fel is találta magát, de azért nem olyan, mint egy Romulán Talsiár ügynök. Igen. Mégis volt hihetve egy kicsit. Úgyhogy... Na most, hogy itt van a Diana, szerintetek szükség volt a Riker-Diana konfliktusra ahhoz, hogy most ez ekkorát üssön ez a cliffhanger? Nem volt szükség. A problémára igen, esetleg, hogy volt valami esetleg gond, de igazából simán működhetett volna akkor is, ha nincsen akkor a nagy gond köztük. Uh-huh. Igazából a köztük, az a Novin szenárió végén a Riker drámája, egy személyes drámájához kellett az. Igen. Utólag visszagondolom. De azt gondolom, hogy még a Riker egy személyes drámája sem, tehát még ahhoz sem kellett az, hogy ők effektíve összevesszenek. Nem. Mert az, hogy ő gyászolja a fiát, az önmagában adhat egy akkora nagy sokkot neki, amitől ő gyászol, amitől ő kiég, amitől ő depresszív, stb. És ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy akkor az ő társával ekkora nagy konfliktusba kerül, és ott kell hagyni őt a galaxis másik oldalát, vagy hogyha őt bármi oknál fogva máskor is előfordult, hogy más programjuk van a galaxis túloldalán, mert most éppen a Picardra kell valamit kavarni, és ezt tökéletesen megérti a Diana. Igazából nem. Tehát
elmeséled a Matalasznak a... Igen, mit gondol erről Terry Matalasz maga? Igen, tehát a múltkor is már beszéltük arról, hogy tekintetben véve azt, hogy az első évadbeli nepentében úgy tűnt, hogy, hogy igen, volt ez a probléma, hogy volt ez a trauma, nem probléma, a trauma, hogy meghalt az első gyerekük, és hogy a nepentében úgy tűnt, hogy ezzel többé-kevésbé túl vannak. Nyilván nem lesz ezen csak úgy hát túl. Hát amennyire túl tudnak. Amennyire lenni. Lehetett, és ugye itt az évad elején egy fél mondatból tudtuk meg, hogy ez odáig fajult, hogy most ketté váltak. Uh-huh. És ez már eléggé zavart, úgyhogy gondoltam, megpróbálom a lehetetlent. És billentyűzetet ragadtál. Billentyűzetet ragadtam, hogy na ebből most már elég legyen, így nem tudok aludni rendesen, és ráírtam a Terry Matalaszra, a sorozat showrunnerére, aki tök lelkesen twittelget, hogy hogy is van ez a dolog, hogy ha egyszer a nepentében ez volt, akkor mi ez a problematika, és ő annyit válaszolt vissza, hogy ő úgy gondolja, hogy talán a nepentében egy kicsit tekintete véve a látogatóra, kicsit elfették a problémáikat. Talán túl kompenzálták a dolgot. Tehát, hogy nem is voltak annyira jól, csak mivel jött a Picard, és akkor ez így elfeledtette velük, meg hogy igazából a Riker hajlamos volt egy kicsit túlkompenzálni ezt a dolgot, hogy ne látszol rajta azt, hogy ez hogy érez. És valóban, ha most újra nézed a részt, akkor, vagy visszagondolsz, akkor Troy egy kicsit érzelmesebben kezelte a dolgot, mint... Mondjuk Rikernek is van egy majdnem sírós jelenete. Van egy majdnem sírós jelenete. Amiatt nem is hiszem el, hogy teljesen elnyomta az érzéseit. És a Matalász még annyit hozzátett, hogy egyébként úgy gondolja, hogy ha egy szülő elveszti a gyerekét, azt nem lehet csak úgy egyszerűen feldolgozni. És ebben én tökre értem. Tehát én ezt megértem, igen. Nyilván ez egy... Ez a része teljesen oké, mondjuk ez nem válaszolt a kérdésre. Magára... És ezzel el is terelte, tehát az összes többi hozzászólás utána már erre koncentrált, hogy egy gyerekfáj elvesztésén nem lehet tovább menni. És egyébként megdöbbentő egyébként, én nem nagyon szeretem a szociális médiát használni, mert egy csomó ilyen felfokozott érzelem, meg össze-vissza kavarások vannak, amiket én nem szeretek, de érdekes módon ebben a trendben egy csomó ember bukkant fel, aki valóban elvesztette a saját gyerekét, vagy szülőt, vagy valakit, és egy elég érdekes diskurzus alakult ki a gyász művelétéről, de igazából én nem erre gondoltam. Tehát én arra gondoltam, hogy a tévéműsor kontextusában úgy érzem, hogy itt van egy érzelmi botlás, ami valószínűleg abból ered, hogy ugye külön készítjük ezeket az évadokat, és annak idején, amikor a nepentét írták, akkor nem gondoltak arra, hogy itt most két évvel később mit akarnak csinálni, és most, amikor ezt az évadot csinálják, akkor viszont úgy gondolják, hogy jó, akkor értelmezzük úgy a nepentét, hogy... Igen. Tehát, hogy a való életben egyébként abszolút igaz az, hogy egy gyerek elvesztésén nem lehet tovább jutni, és az is igaz, hogy egy ilyen traum után nagyon gyakran felbomlik a házasság, mert ugye a felek másképp gyászolnak. Teljesen lehetséges. Még az is lehet, hogy egy idő után bomlik föl. Mi pusztán csak azon érveltünk, hogyha ezt tévéműsorban át akarod tenni, akkor show not tell, vagyis mutatnod kell azokat a jeleket, és nem elmondani. Tehát akkor nem csinálhatsz úgy, hogy ők tök jól vannak, de hát gondold azt, hogy a való életben ilyen megtörténhet, tehát nekem nem kell megmutatni, elég majd a következő részben már nincsenek jól, te meg képzeld hozzá a dolgokat. Ilyet sokat csinálnak mostanában, csak elvileg nem illik, elvileg ezt mutatni kell, elvileg, ha ilyet akarnak csinálni, akkor szólni kell a Jonathan Frakes-nek, hogy te egyébként túlkompenzálsz, úgy jelzd, hogy túlkompenzálsz, és egy ilyen pici csillanásban jöjjön ki, hogy te egyébként nem vagy ezen túl. Hogy legkésőbb mondjuk a harmadik szezon első részében szólnak Jonathan Frakes-nek, hogy figyelj, ez lesz majd a harmadik részben a jeleneted, legalább addig játszd el, hogy totálisan ki vagy üresedve. És ne csak abban a jelenetben, amikor már megkaptad a scriptet a harmadik szezonban. Ráadásul neki kellett megrendeznie is. Igen. Vagy negyedikben,
hogy akkor tudja meg, hogy tulajdonképpen mit kellett volna az elmúlt négy részben játszania. Különösen, hogy igazából nem is volt ez annyira szükséges. És, nem, előbbi... és most tudjuk és meg, most... hogy igazából nem volt szükséges, mert hogy az fontos volt, hogy tudjuk, hogy persze nagyon mélyen érintette, de a nepentében is látszott, hogy nagyon mélyen érintette, ott olyan jobban látszott, de azért el tudtuk képzelni. Most láttuk, hogy a Rikeren is, tehát egy-két máshogy megírt jelenettel simán működött volna, és simán működött volna, ha nem mennek szét csak. Hát nem tudjuk, hogy most még ki lehet-e, vagy ki fognak-e hozni ebből egy ilyen veszekedést ott a cellában, vagy vezet-e ez valamerre. Ez a igen, dolog. Ott jobban fogjuk majd látni, hogyha látjuk a következő részt, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem. Igen, mert gyakorlatilag ez az évad, attól függetlenül, hogy 10 óráról beszélünk, ez igazából nagyon úgy tűnik, mintha ez egy ilyen egy nagy... önmagában áll. És akkor nem tépelednénk ezen már 6. hete, hogy akkor most mi van ezzel a dologgal, hanem ha egyben látjuk majd az egészet, akkor lehet, hogy... minden a helyére kerül. Minden a helyére fog kerülni, csak most itt állunk 6. hét végén, és azt mondjuk, hogy valami nem oké. Uh-huh. Úgyhogy, de egyébként, ha valaki most mindig néz minket ennyi idő után, azért ez nem akkora nagy probléma, mint amit most mi csinálunk. Sokat beszélünk erről, de ez nyilván abból van, hogy nem egybe látjuk a szezont. Tehát igen. Ettől még lehet, hogy ez egy tök jó, ez lesz valahol volt legjobb Picardéval, amire már most erős esélyt látunk, de már hagyjuk. Szóval, hogy ez jelen pillanatban a mostani látópontunkból ez látszik. Aztán lehet, hogy ez igazából helyre fog élni. Minden esetre kedves azért a Matalasztól is, hogy ilyen... itt vissza. Igen, ilyen válaszokat ad a rajongóknak, úgyhogy ez egy tök jó, meg hát egyfajta mellékhatásként egy másik fontos dologról, de elindult egy diskurzus, úgyhogy azt a beszélgetés fonalat majd hát megpróbáljuk ide belinkelni. Nem tudom, itt a hallgatók, nézők között mennyien vannak azok, akik twittereznek. Lehet ezt regisztráció nélkül nézni? Mert ha igen, akkor hú, nem elképzelhető. Tudom. Lehet, hogy nem. Nem tudom. Én van, hogy tudok regisztráció nélkül, de van, amikor feldobja, hogy regisztrálj. De amikor ilyen hosszú teretet próbálsz elolvasni, akkor egy idő után... azt mondja, hogy lépjél már be. Lépjél igen, már be. Igen. Elon Musk akarja az adataidat. Jó, hát ezt akkor majd belinkeljük, és akkor mindenki belátása szerint kattanjon rá. Még egy, nem csak James T. Kirknek a teteméről, földi maradványairól tudunk itt, hanem Picardnak is eltették a Daystrom állomáson, úgy tűnik, a földi maradványait, és ez az, amit ellopott ez a alakváltó csapat. Hát mit lehet kezdeni ezzel az egésszel? Milyen fenyegető csapást tudnak ebből kovácsolni vajon? Hát ez a nagy kérdés, amit nem tudunk. És egyelőre meg... még nem tudjuk abszolút. Hát most azt mondták a részben, hogy most még két nap van a Frontier Day, a Frontier Day-ig, ahol az egész flotta össze fog gyűlni. Ami sose jó ötlet. Amiről a Jordi megpróbálta meggyőzni a feletteseit, hogy ez nem annyira jó ötlet, de mint tudjuk, a felettesei közé már betérkőztek a changelingek, és ez ott lesz az összes hajó, és hogy ott terveznek valamit, és ehhez a főfegyver a Picard hamvait. Igazából egyelőre nagyon nem áll össze a dolog. Úgy csak nehogy egy ilyen gonosz Picard jelenjen ott, meg egy ilyen Tom Hardy 2. Hát... vagy egy új Locutus, egy 2.0-as Locutus. És miért keresik Jacket? És nem Picard? Hát, az érdekes, vannak hogy a Jacket olyan, hogy amikor azt mondod, hogy Jacket keresik, az első gondolatod az, hogy Jack Picardnak a fia. Azért keresik, mert a Picard. A fia. De hát a Picardnál keresik. Tehát ott van a Picard, és rajta keresik a fiú. Tehát így félre söprik, hogy te nem kell lesz, ahol a fiú. Igen, mert ő már egy robot. És azért, mert ő már egy robot, tehát valahol valamiért kell nekik a Picard, és valahol kell nekik a Jack Crusher.
És hát én arra gondolok, hogy valahogy ez az irumodik szindróma az, ami esetleg nekik valamiért kell, és miután ellopták a Picardt, és rájöttek, hogy a halott testből mégse tudják kivenni az irumodik szindrómát, ezek után valahogy Jack után betették magukat, de nem tudom, hogy ez időben egyébként stimmel. Ez most csak az én mostani teóriám, hogy ez egyelőre a jelenlegi információim alapján kicsit választod arra, hogy miért mi az összefüggés, hogy Picard, Hanvai és Jack, de hát, ha kitalálnak valami kreatívabbat, valami jobbat, meglátjuk. Hát, így van. Megtapasztaljuk ezt. Jövő héten egy Dominium című epizód jön, azt hiszem. Hát nekünk jövő héten, senkinek se lett jövő héten ez, mert azt hiszem, hogy amikor fölvesszük ezt, akkor már ez az epizód elérhető. Ti kedves hallgatók, meg 2 hét múlva halljátok majd ezt a kibeszélőt, amit mi most fölveszünk, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a következő kibeszélőnkben szereplő epizód az a Dominium lesz. Én még egy dolgot itt kiemelnék, az is egy szép pillanat, amikor feléled a Brent Spiner, most máshogy nem tudom megfogalmazni, az a szintetikus lény, és kérdezi, hogy Jordi, tehát az egy szép dolog, kicsit az űrlázadásra emlékeztet. Azt hittem, hogy azt fogja kérdezni, hogy Georgi? Talán az csak a magyar verzióban van ez, hogy ott a hiányos csippek miatt így rosszul kérdezi meg. Azt egy kicsit lehetett volna szerintem tovább húzni azt a détás jelenlétet, mert olyan hirtelen követte őt a lore, meg utána talán a before is ott van, de lehet, hogy fogunk még kapni Détából, annak ellenére, hogy 2-szer elbúcsúztattuk már, Picard is megjegyzi, hogy nehéz ügy, mert már 2-szer szemtanúja volt az ő halálának. Igen, és meg lettünk vezetve, mert a trailerből csak lore visszatérésével lehetett számítani. Ehhez képest az összes valaha volt Brent Spiner karaktert megkapjuk, mármint a robot féléket, a szungokat még nem, majd azt majd máskor. Lehet, hogy ő is megkapja az összes fizetést, az összes karakterért. És az esztétikailag feljavított, már öregedő Détát. Bölcsebb és öregebb Détát is. Tehát így megmagyarázták most, hogy újra tudják használni, akkor annak ellenére, hogy Brent Spiner már ugye azért másképp néz ki, mint korábban, igen, és elvileg a Détának nem kéne, vagy nem szabadna másképp kinézni, de most már jogosan nézhet ki ugyanúgy. És sok mindenben nem vagyunk biztosak még ebben az évadban, de hogy Brent Spinernek lesz munkája, abban igen. Az biztosítva lett, ugye ez a... Apró megjegyzés csak, igazából talán Beverly mondja a részben, de egyébként jelentőségteljes, hogy ugye a Data mindig az a karakter volt, akit úgy hívtunk, hogy a Pinocchio karakter, és tulajdonképpen a Pinocchio, a fabáb, a tényleg izé, most ugyanolyan pozitronikus testben van, mint a Picard, tehát, hogy ő igazából pozitronikus testben, de egy ember. Tehát, hogy ő már nem Data az android, hanem Data a whatever, az ember. Ezt mondja, ezt maga Jordi mondja talán, hogy még nem tudjuk, hogy micsoda. Az ő az evolúció. Reméljük jól sül el, mert egyelőre a skizofréniája az hátrát adhatja a hőseinket. Amíg lore bele van rakva, én nem tudom, Szung mit gondol, de ez annyira nem biztos, hogy jó. Hát a Szungok mindig szerintem közel álltak a lorehoz is, tehát amikor a Data sorolta a Brothersben, hogy de hát nem tudom, mit csinálta a lore, hát nem kell ezt annyira komolyan venni. De egyébként ahogyan Brent Spiner eljátszotta ezeket a karaktereket most pár másodpercben, az fantasztikus volt, nagyon visszajött a Data a hangsúlyban is, lore is, és ezeket igen, kiválóan hozta vissza. És amit mondtam, hogy egy érdekes párhuzam, hogy ugye ez közel van ez a jelenet, amikor a Data, lore, before így egymás után megjelenik ebben az új testben, ahhoz, amikor felsorolja Jack, hogy hogyan jelennek meg benne az anyja tulajdonságai,
és hogyan jelennek meg benne más tulajdonságok, amikről eddig nem is tudta, honnan jönnek, de most már rájött, hogy talán nem csak a rossz dolgokat örökölt az apjától, hogy ez igazából még egyelőre, mintha ilyen különálló részek lennének, amik most talán integrálódnak, és hogy a Détában is így kellene, hogy összetalálkozzanak ezek a részek, és így. Kitűnően rétegződik. Igen. Igen. Kiváló. Hát köszönöm szépen, Isu és Nokedli, hogy ezt megtárgyaltuk. Mi is köszönjük. Kedves hallgatóknak kellemes vasárnapot, jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és akkor remélhetőleg Dominium című epizóddal fogjuk folytatni. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!